Sok szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, az Áncsik Erdényi Géza Általános Iskola jótékonysági bányát. Külön köszöntöm Ácsváros polgármesterét, dr. Szentpirmai István polgármester urat, köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, köszöntöm a kedves kollégákat, tanulóinkat, szülőket, nagyszülőket és minden kedves vendégünket. Iskolánk közösségépítő, hagyományőrző céllal már sokat szóra rendezi meg az eseményt, azzal a céllal, hogy a településünkön működő kisebb-nagyobb vállalkozások és Áncsváros lakosságának támogatásával tanulóink számára a nevelő-oktató munka színvonalának emelésére tárgyi eszközöket vásároljunk. Az előző évek támogatásából többek között sikerült udvari játszótéri eszközöket, hangosító berendezést és egyéb tárgyakat vásárolni. A mai jótékonysági vár célján a szülői munka közösség tagjaival közösen határoztuk meg. Szeretnénk a mai vár teljes bevételét a tantermek szépítésére, felújítására fordítani az idei tanévben. A harmadik vezetői ciklusomat kezdtem meg 2023. augusztusában egy létszámában megfogyatkozott tantestülettel és egy újonnan alakult szülői munkaközösséggel. Az elmúlt hetekben a mai várra készülve két szó fogalmazódott meg bennem, járt a fejemben. Ez a két szó a hála és a köszönet. Hálás vagyok iskolánk minden eddiginél összetartóbb nevelőtestületének, minden dolgozójának azért, hogy kollégáim idejüket és energiájukat nem sajnálva készítették fel tanítványainkat a mai estére, vagy készítettek a vár hangulatához szükséges dekorációkat. Köszönettel tartozom diákjainknak is, akik kitartóan vettek részt a sokszor késő délutánban nyúló próbánkon. Hálás vagyok a szülői munkaközösség hihetetlenül lelkes elnökének, Szűcs Erikának, aki szabadidejét is feláldozva szervezte, koordinálta a szülői munkaközösségi tagokat. Ötleteltek, szerveztek, beszereztek, dekoráltak, egyeztettek, terveztek, újra terveztek, arra volt szükség. Olyan összefogást tapasztaltam az elmúlt hetekben szülők, dolgozók, pedagógusok részéről, amit talán korábban még sohasem. Mindenki egy célért mozdult meg, iskolán tanulóiért dolgoztunk közösen, egymással összefogva. Ennek a közös munkának és összefogásnak lett az eredménye, hogy ma több mint 350-en vagyunk itt a városi sportcsarnokban, hogy együtt töltsünk egy vidám estét. Azonban a hála és a köszönet szavai nem csak őket illetik. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárulnak a mai este sikeréhez. Köszönöm az angyaloknak, a vadásztársaság tagjainak és Tóth Zoltánnak, hogy a mai finom vacsoráról gondoskodtak, beszerezték az alapanyagokat, elkészítették a finom ételeket, és mindezt ingyen tették, ezzel is támogatva iskolánk alapítványát, ezen keresztül gyermekeinket. Köszönöm a református egyház tagjainak, hogy a vacsorához a savanyúság elkészítésében önzetlenül felajánlották segítségüket. Külön köszönöm Horváth Róbert szülő támogatását, akinek jó voltából a DJ Bedecs a mulatsághoz szükséges zenét fogja szolgáltatni nekünk hajnali 7 óráig. Köszönettel tartozom Ácsváros önkormányzatának és Markó Renáta csapatának is, hogy a berendezéshez szükséges székeket biztosították, idehozták, ezzel is segítve a vár sikerét. Hála és köszönet jár ezen kívül mindazon szülőknek és nagyszülőknek, akik rengeteg süteménnyel járultak hozzá ahhoz, hogy a finom ételek után a reszelt sem maradjon el. Köszönettel tartozom minden Ácsi vállalatnak, magánszemélynek, támogatónak a tőlük kapott felajánlásaikért. Magam sem gondoltam volna, hogy ennyien megmozdulnak egy jó és nemes cél érdekében. Elképesztő mennyiségű tombolafelajánlás érkezett, amit itt látnak is.
Ebben a támogatókon kívül a szülői szervezet tagjainak aktív munkája is benne van. Szűcs Erika rutinos 10 évig tartó óvodai szervező munkájára, tapasztalatára úgy gondoltuk, hogy nekünk is óriási szükségünk van. Most, hogy már mindegyik gyermeket a mi iskolán tanulója volt, kézenfekvő volt számunkra, hogy őt válasszuk meg a szülői munkaközösség elnökének. Erika most is, mint az óvodai években, rengeteget tett a vár szervezéséért, a közösség összekovácsolódásáért, az óvodai évek után, most az iskolai közösségben is. Azt gondolom, hogy a legjobb döntést hoztuk, hogy őt bíztuk meg ezzel a tisztséggel. Mindez bizonyítja a rengeteg felajánlás és a jelenleg 350 vendég. Néhány gondolat erejéig át is adom a szót Szűcs Erikának. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ma éppen azon tűnődtem, hogy milyen jó lenne egy olyan vállal részt venni, amihez semmi közöm, amikor már mi szólt, hogy jó lenne a párbondatot én is mondani. Hát csak annyit tudok mondani, hogy amit az óvodában levetettem, azt most felvettem. Én nagyon szépen köszönöm ezt a hatalmas összefogást és ezt a rengeteg segítséget, amit a szülőfelelősöktől, a szülőktől kaptam, mert nélkülük ez így most nem jött volna létre, úgyhogy hatalmas köszönet mindenkinek, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok mestére. Most pedig szeretném megkérni az angyalok vezetőjét, a fő angyal, a vadásztársaság tagjait, a Tóth Zoltán, a református egyház tagjait közül alapít, és Horváth Róbertet, hogy hadd fejezzük ki egy csekély ajándékkal köszönetünket. Későbbiek folyamán megkapja az ajándékot. Most pedig az iskolai produkciók előtt szeretném átadni a mikrofont és a szót a Diák Önkormányzat segítő pedagógusnak, Fülöp Mónikának. Én is szeretettel. Én is szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. A műsorok előtt néhány technikai információ. Tájékoztatjuk a tisztelt megjelenteket, hogy a tanulók műsora alatt a büfé és a süteményárusítás szünetel. A vacsorát a műsor után körülbelül 19 órától kínáljuk. Kérem önöket, nézzék, hallgassák lelkes tanítványaink vidám, zenés, párra hangoló előadásait. A vacsora ára egységesen 2000 forint. Sós és édes sütemény is vásárolható 1500 forint, illetve 500 forintos áron. Az est folyamán, a vacsora után a szülői munkaközösség tagjai és a pedagógus kollégák tombolát árusítanak 500 forintért.
a tombola húzásra 10 órakor kerül sor. A bál hajnali 2 óráig tart. Megkérjük a kedves vendégeket, hogy a bálból való távozás előtt asztalaikat olyan rendben szíveskedjenek hagyni, ahogy azokat átvették a rendezvény elején. A bál végén a csarnokból az asztalokat és a székeket az iskolába át kell vinnünk, aki ebben tudna segíteni, annak hálásan megköszönném, ugyanis a szombat reggeli kézilabda mérkőzésre üresen, tisztán át kell adnunk a helyiséget a sportolóknak. Felhívom a tisztelt vendégek figyelmét, hogy a sportcsarnok egész területén tilos a dohányzás. Minden kedves vendégünknek nagyon jó szórakozást kívánok a mai estére. És akkor a műsor nyitányaként a második A osztályosok következnek, felkészítő pedagógus Ódorné Gede Tímea és Romci Fuzsina. Thank you.
most pedig átkérjük a felsősök műsorára. Először a 8. osztály következik, felkészítő tanárunk, osztályfőnökünk Tacsnyi Csöbönyei Csilla. Thank you.
most pedig a 8. B-osztályosok műsora következik, felkészítő pedagógusai Szűcs Erika, az osztályfőnökük pedig én vagyok.
során kérek, arra következik, kiírsik a tanárnő vezetésével.
most pedig Virág Csabai Bence előadása következik. Thank you.
szórakozást kívánunk a vacsora tálalva, és a vacsora után lehet tombola jegyeket venni a szülői munkaközösség tagjainál, illetve a kollégáknál.
Rózsaszín macska 29. Következő rózsaszín telefon 59. És az utolsó előtti díjú
Kovács Gulyás Róza szüleinek a felajánlása. Zöld nap 24. Zöld nap 24-es.